Hello, hello, sziasztok, szervusztok, hey, bocsi, bocsi, hogy vettem diákcsomagot, egyébként nem tudom kinek a kedvence. Most egyszerűen nem lehet leállni vele, hogy hatalmas. Na, szervusztok, hey, sziasztok. Üdvözlök a kedves nézők, mi újság, hogy vagytok? Na, nézzük a mai napot. Folytatjuk a lábanyomozásokat. Van egy raklapnyi ügy. Amiket meg kéne oldani. Most így, ja, körülbelül utána kell járni jó pár dolognak, mert nem lesz belőlünk énekes hallott sem. Szervusztok, hé, sziasztok, sziasztok! Hello, hello, szia, szia! Nézzük a mai napot. Most néztem, hívtak. Megnyomtam. Kellett volna. Belős. Rabónak. Rabónak a mókusok. Zenet. Szervusz, Johnny! Hello, hello, szia! Nincs semmi extra, itt sem. Nincs sem. Nincs semmi extra. Van, dézé, melóztam. Én úgy vagyok, hogy fél 8-tól 4-ig melózok. Jó, de te nem tudod, hogy én mit melózok. Maradjon az én titkom. Egy kis titkos mókus vagyok. Jaj, de viszont nagyon, gyerekek, kegyetlenül fáj a derekam. Egyszerűen úgy kelek föl, mint valami rossz rokkanyugdíjas. Szerintem holnap meglátogatom a doktornőt, azt akkor küldje be szárazon azt az injekciót. Azt az izomlazítót, nem tudom miért, de a gyerekek nagyon rossz. Úgy érzem magam, hogy tényleg én 30 éves vagyok, de szervezetem szerintem van vagy 70. Ha más nem 60. De melyiket rugassuk meg, mi? Szerintetek? Van pannóniám is egyébként. Nem is tudom, melyiket rugassuk meg. Nem tudom, nagy a választék. Legyen ez. És bele lett rakatva a Turbo. Ilyen jó kis felnőket is kapott. Szóval szedél kis kapolcsát. 150-ben szedél kis kapolcsát. Kedvencem, egyik kedvencem. Kitartás neked a munkába. Dave. Csak a járművet, mert ez tényleg csak akkor jó, hogyha kimegyek terepre. Ez csak akkor jó. Tiszteletem, van valaki a rádión? Úgy látszik nem. Ezen a számon előfizető nem kapcsolható. Ah,
Szia, éppen kicsit dolgunk van, aztán. Ja, semmi baj, semmi baj. Nem tudtam, bocsánat. Semmi baj. Csak kicsit arrébb jöttem, tehát, hogy tudjak válaszolni. Megtankoljuk a szekeret. Aztán... irány... hovány. Na nézzük. Egy orvos kéne elérni. Meg kéne keresni egy olyan Ferences szerzetest. A direktlet ez nyitva hagyjuk. Ja, checking. Nem látok ott senkit. Megvan még az arancsikau. Viszont... kajából rakunk. Jó van. Arancsikau. Ahó, Tabágyi. Csikau vásárom. Jó, hát akkor itt nincs senki. Akkor... azt mondja, hogy meg kéne nézni a mentősöket, hogy vannak-e. Akkor le kéne focizni. Sok mindent. Szóval mindennyit fogadtak. Ez legalább zárva. Aha. Ez legalább zárva. Na nézzük. Hol a szép terem. Kórház. Kórház a kezdő. Kórház a kezdő. Szerintem itt a kórházba, hát itt van a... Thank you.
Itt vagyok a Lázion, csak ügyön voltam. Nyugta, rendben. Megyünk vissza az irodába. Egyébként csak ennyien vagyunk. De most itt vagyok a kórháznál, keresem a Jónás Emléknek, a sógoréknak a kezelőorvosát. Rendben. Tényleg főnök, megkapta az SMS-t, amit írtam? Hogy elmegy az ügyvéd Izraelbe? Igen, hogy csütörtökön jön csak vissza. Igen, olvastam. Köszönöm. Lol, van mentőmotorjuk, nem is tudtam. El kéne menni még a vadászakhoz is. Azt kell megtudni, hogy a vadászat az nyitva van-e. És olyan megszám van, vannak telefonszámai vadászokhoz. Azt hiszem a Flóra. Halló? Kész csókolom, Varga János tertész professzor vagyok. A Nemcsal emlékezettem, azt hiszem vadászaknál van, ugye? Vadászni szokott, vadász. Igen. Értem. Vadászbolt, azt nem tudja esetleg, hogy véletlen mikor van nyitva. Most jelen pillanatban nyitva vagyok. Ja, most jelen pillanatban nyitva van. Lenne egy olyan kérdésem, hogy ilyen távcsövet, hogy rendelkeznek esetleg. Igen. De nem olyanra gondolok, amit fegyverre lehet szerelni, hanem csak ilyen néz egy távcső, hogy fegyverre szerelhetőnk nincsen, külön távcsőünk van. Ja, külön távcső. Jó, mennyibe kell? Aha, igen. Egy pillanat is mondom. Tisztelet. Tiszteletem. Akkor veszünk távcsövet. Mit szóltok hozzá? Nem szóltatok rá. Egy ezres. Egy ezres darabja, ugye? Micsoda? 1000 euró per darab, ugye? Igen. Jó, rendben. Nagyon szépen köszönöm. Még a mai nap folyamán még menni fogok oda. Szerintem lehet, hogy nem sokára. Jó, rendben. Oké, jó. Köszönöm szépen. Vissza. Vissza. Főnök, itt vagy a vonalban? Igen. Fölhívtam a vadászboltot, amelyik nyitva van, és támadt egy olyan ötletem, hogy távcsövet nem-e szerezzünk-e be véletlenül. Ez egy jó ötlet. Körülbelül mennyi távcső kellene? Szerintem egy 10 darab. Akkor viszont, ha nem gond probléma, akkor kérnék szépen a főnöktől 10 000 eurót, mert egy darab távcsőnek az ára az 1000 euró. Rendben. Akkor nem sokára visszamegyek oda az irodához. Én most érek majd ide. Sajnálom, főnök is itt van. Tiszteletem, doktor úr. Tisztelet. Lenne egy olyan kérdésem egyébként, hogy a Blanka doktornő dolgozik-e, vagy körülbelül mikor fog dolgozni? Ez egy igen jó kérdés, most nem tudom, most annyit tudok, hogy jelen pillanat állapotban nem dolgozom. Indiana Jones? Értem, rendben. Hát azért köszönöm szépen, akkor lehet, hogy később visszanézek. Tovább szép napot, viszlát! Tovább szép napot. Viszlát, uraim! Viszlát. Cső. Na felülök az anyós, elszívjuk egy cigit. Akkor elmegyünk, elszaladunk izére. Vadászbolthoz.
elfelejtettem, hogy kapcsolni kéne nektek zönét. Egy, de. Még el nem felejtem. Irány vissza dél. Elmegyünk az irodához. Miért van mindig az az vélem, egyszer oldalmasak. És egyszer basszus, biztos, hogy be fogom magamhoz vonzani. Jaj, bocsánat, arra úgy tettem. Itt vagyok, főnök úr, az irodánál. Mi is pont itt vagyunk az iroda előtt, te hol vagy? Én most jöttem be hátulról. Lentben beszállok a pénzzel. Itt is vagyok, főnök úr. Ja, akkor megyünk a rendőrségre tárgyalni a fegyverek miatt. Jó, rendben. Akkor én meg elszaladok és hozok távcsöveket a... Nagyon szuper, rendben. Jó, ezt fogom belősökom te zsebembe. Köszönöm szépen, főnök. Szerintem 10 elég lesz, nem? Úgyis csak egy embernél kell, hogy legyen, ha valami. Persze. Mi arra megyünk. Így van. Rendben. Köszönöm szépen, főnök, intézem. Jó ötlet volt. Csak szerencsét. Kösz szépen. Akkor majd beszélünk. Hárvő egy ülőt, tudtok valami? Nem tudok semmit. Gondolom, hogy érkezik ő is. Csak alszik. Rendben van. Viszlát. Szervus. Zártok be. Köszönöm, mi volt ez? Ja? Bekérjük ezt, vagy ezt. Tudod, ez mindjárt kifogy az üzemanyagból, ez meg szerintem elég. Nincs korásba, befoglaltak. Akkor ezt lekérjük. Ezt. Halló? Két csókolom, Varga János történész professzor vagyok. Elindultam önökhöz. Összetudt jó, készíteni van. 10 darab távcsövet. Vagy 11-et. Inkább 11-et. Aha. Jó, rendben. Elindultam a városba, és akkor nem sokára ott vagyok. Így jó. Oké, okay, rendben. Vissza. Vissza. De megjöttem. Menjünk körbe. Menjünk körbe, hát ha gyorsabb. Mert nem kell kanyarba menni. Ki nyír be kanyarba. Ezt
szedem az ostobkancsát. Veszek 10-at, és egyet magam. Úgy, úgy mindig nálam lesz. Ha lesz. Azaz, azaz! Szia vaják, hello, hello! És csókolom, jó napot kívánok, egy pillanat! Szép napot! Itt is vagyok. Jöttem a... az árué. Ha jól... jól matek voltam, akkor 11 000 lesz, ugye? Így van. Ja, rendben, akkor már is kiszámolom. Százat adok neki. Azt mondja, hogy itt át is... adom önnek, tessék! Jó számoltam. Tartsa meg nyugodtan a visszajárót. Köszönöm szép. Én mi köszönjük szépen. Parancsoljon. Ó, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Milyen termékeik vannak még egyébként? Amit lehet vásárolni, még nem tudom még. Még új vagyok itt a városban. Tűzgyújtószerszámot, ugye, amihez ugye fát is lehet venni, de hogyha ha valakitől vesz fát, vagy a favágó munkát felveszi és vág fát, akkor tud tüzet rakni, és akkor azon meg tudja sütni a vadhúst például, amit ugye vadászik. Akkor ugye muskéttal, vagy hát ugye lőszerünk van a puskába, akkor ugye nyúzáshoz való késünk, muskétánk, és igazából ennyi, meg ugye csali. Az igen, az igen. Nem is tudtam pontosan, hogy mik vannak itt, miket lehet venni. Egyébként nagyon szép fegyvereik vannak, meg horgászbatak, meg minden, épp azt vigyáltam. Meg ez a szarvasfej is egyébként elég exotikus, ahogy kinéz itt.
Igen. Nekem nagyon tetszik olyan... Nagyon nőies lett, ahogy észrevettem. Nagyon szépen köszönjük, és akkor további szép napot, vigyázzon magára. Köszönöm szépen, maga is. Köszönöm szépen, viszlát. Viszontlátásra. Levitték a súlyát, még mindig nem vitték le a súlyát, Tibi. Tiszteletem. Tiszteletem, jó napot! Jó napot kívánok! Jó napot! Főnök, megvan az áru, elindultam vissza az irodába. Célszentesíti az eszközt. Hogy a fenébe lehet az, hogy tudok normálisan vezetni? Ez benne van, abban, hogy sokat vezetek a két ilyen? Már régebben más...
azért oda kellett figyelni. Hogy... hát ne törjük össze a kamiont, mert levonja a pénzt. Ez miatt is menne egyébként. Leszorok, ha megmarad még a mokrom, azt hiszem, hogy eltűnök. Visszacsak. Főnök, Várka vagyok. Sikeresen beszereztem a távcsövet. Éppen megyünk vissza a gymbe. Nyugta rendben. Egy lada szamara? Egy lada szamara? Nem hiszem el. Lada szamara rendőrségi autó, gyerek. Nem el. Yes. János! Vételem? Milyen messze van a konditeremtől? Ebben vagyok a városba, de kimenjek oda? Á, nem, már úton vagyunk, fél úton majdnem. Több is talán. Hát már mindjárt vagyunk. Egy. Épp itt vagyok az olasz étteremnél. De ebben a távcsöveket tedd csak be a dobozba, és ragasztál egy címkét, hogy okulári.
úgy csináltam, dobozba raktam, és ott van a tárolóba. Rajta vagy távcső, hát nem okulárét írtam, hogy távcső. Hát ez olyan egyértelmű, mi van, ha kilapolnak minket? Ja, értem, hát akkor valaki majd átírja. Hát, hogy nem kéne látni, csak egy szemüveg. Szemüveget lálakunk. Azt hiszem, az is jó, hát rá kell ragasztani valamit, az jobban az úgy. Ráírjuk, hogy megromlott Snicker. Megromlott Snicker? Igaz, de tényleg bementek? Az úgy se nyúlna senki. Tiszteletem, jó napot! De mi? Valami tölt lefele. Csak nem. Hát abban akkor szokott csak szórakozni. Elnézed, bocsánat! Tiszteletem! Elnézést! Igen? Lenne egy kertés, ugyebár, hogy azt mondják egyébként, tehát, hogy bejelentések alapján, hogy itt elvileg egy indián temető épült. Vagy egy indián temető van az OKKR alatt. Mikor épült az étterem, az esetleg azt tudják-e? Nem tudom, mert mi egy árverésen jutottunk hozzá. Hát csak azért kérdezem egyébként, hogy esetleg találtak-e esetleg ilyen épült ilyen temetkezési szokásokhoz használt egyéb eszközöket. Hát a városházán tessen érdeklődni. Jó, rendben. Talán ők tudnak, mert mi ebbe az állapotába szereztük meg egy árverésen. Értem, és ilyen indián dobokat, zenéket esetleg hallottak-e? Nem. Jó, rendben, nagyon szépen köszönöm a segítségét. További szép napot, viszlát! Hát nincs mit, viszlát! Kamerát néztem, hogy esetleg van-e felvétel hozzám. Meg kéne keresni ezt a Big Mac-ot. De legalább annyit mondtak, hogy meg kéne keresni ezt a földhivatalt. Kérdés már csak az, hogy vannak-e vagy nincsenek. Valahogy a leltárhoz kéne engedélyt kérnem. Leltár.
vagy levéltár, bocsánat, illetve a földhivatalhoz. Nyilván az OKK-nak a területét akarom átnézetni. Kezdjük csokkolom, jó napot kívánok! Édes jó Isten! Este! Na, halom, halom! Mondtam, hogy pizsama! De! Azt nem pizsama! De pizsama! Pizsama! Kinél van pizsama? Domino maga a sarkuba! Nyi-nyi-nyi-nyi-nyi! Hát, nem is tudom! Itt az úrnak miben segíthetünk közben azért? Itten közben? Főtivatalt keresem egyébként! Varga János történész professzor ők tisztelette! Tiszteletem, doktor Akatos Armando. Doktor Lezicsei Wilson. Tiszteletem. A földhivatalt keresem, illetve a levéltárhoz szeretnék majd engedélyt kérni a bebocsátásra. Híresztelések szerint az OK Car és a használt autó kereskedés egy indián temetőre épült, és ugyebár meg akarom nézni a régi levéltárt, hogy milyen indiánok éltek, és hogy hol élhettek, és ezért kell nekem egyébként a földhivatal is egyébként, hogy ez az építési telken, hogy volt-e bármilyen bejegyzés, vagy bármit találattak-e az építkezés során. Egy pillanat. Hát, azon a helyen, ha jól tudom, 5 méter tömör beton van az alapban. Hát, amit itt most jelen álláspont szerint tudunk tenni, az egyes, hogy megvárjuk a polgármester urat, mert neki biztos van hozzá kontaktja, a földhivatalnokokhoz. Most jelen álláspont szerint én sajnos nem ismerek egy földhivatalnokot se, nálunk jelenleg nem is dolgozik egy se. A levéltárhoz is a polgármester úr tud engedélyt, de bebocsátást adni. Valamilyen feltárási engedélyt is tőle kell kérnem. Hát igen, hogyha odaig fajulna a dolog, akkor igen, de... Igen, mert hát az én hipotézisem szerint ha lent ott az OKK-nál van ugyebár egy indián temető, akkor lehetséges, hogy van egy indián falu is, amit ugyebár, tehát, hogy eltűnt, tehát, hogy vagy bármi nyomokat találhatunk, és az én hipotézisem szerint az lehet, hogy kicsit följebb ott a focipálya és környékén lehet. Ott az a taxi társaság alatt egy picivel. Ez lehetséges, lehetséges. Bármi megtörténhet itt. Ugyanis a régi indiánok, hogyha nem csal az emlékezetem, azok szerettek a magas flatra építeni a kis falujukat, azért, hogy jobban rálássanak a völgyekre, utakra, és akkor szemügyre vegyék azokat a betolakodókat, akik bejönnek a kis területükre. Az mondjuk gyönyörű volt. Te most megint miért én kapta? Ne haragudj! Ezt ide mondjuk, hívom, mondjuk ide ugye nem láttam, tehát intézzék el egymás között, ami van, tehát hogy így hát, napot, szép napot, tiszteletem. Szóval jelen álláspont szerint ezt tudom esetlegesen ajánlani, hogy cseréljünk egy kontaktot. Természetesen. És illetve akkor... mutatom akkor egy igazolványt is, mert nem csak történész professzor vagyok, hanem a városi nyomozóirodától is vagyok. Igen. A városi József, városi... tehát nyomozó irodától és ügyvédi irodából vagyok. Rendben, rendben. Köszönöm. Ja, és akkor már is mutatok, mondok egy telefonszámot. Rendben, és akkor fel fogjuk hívni, amint a polgármester úr ideér. Rendben. És akkor... tessék mondani. 592-es. Igen. 61-es. Igen. 46-os. És akkor maga a Varga János, ugye? Pontosan. Pénzügyminiszter. Ja, az nem az. Nem. Történész professzor egyébként, de a városi nyomozóirodánál dolgozom. Rendben, mindenképpen meg fogom... csörgetem. Milyen néven mentettem el? Egy pillanat, várjon már. Elég lassú a telefonos. Dr. Leslie J. Wilson. De írja csak azt, hogy Leslie. Ali. Soma! Remélem, el is mentettem, nagyon szépen köszönöm.
Rendben. Szerintem körülbelül, tudom, egy fél óra, 40 perc talán, és akkor... Az tökéletes, tökéletes. Illetve lenne még egy olyan kérdésem, hogy pencés szerzetesekről tudnak-e itt a környéken, vagy ki is úgymond... Tuma, elnézést, miről? Pencés szerzetesek. Tudják, nem akik szerzetes. Elvonultak. Igen, 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 igen. Ugyanúgy keresztények, mint minden. Életemben nem hallottam ilyenekről. Azért el vannak vonulva, de hát nekik is csak van ugyebár egyházi adó, meg mindent, tehát azt nem tudnak róla valamit. Akkor lehet, hogy az atyát kell ezzel kapcsolatban megkeresnem. Hát próbálják meg lehetne az érseket, igen. Igen, igen, igen. Igen, azért mondom, az érseket kell megkeresnem ez ügyben. Lehet, hogy ő sokkal többet tud ezzel kapcsolatban. Hát biztos tájékozottabb ez ügyben. Na, az biztos, az biztos. Rendben, nagyon szépen köszönöm. Akkor majd keresni fogjuk. Igen, keresni fogjuk mindenképpen. Rendben. Nagyon szépen köszönöm, tovább szép napot. Viszontlátásra. Viszontlátásra tovább. Viszontlátásra. Viszlát, kész csokkolat. Viszlát. Na, ez egyébként már egy pozitív jel. Hogy valamilyen úton, módon elindulunk. És nem azt mondják, hogy ilyen nincs, hanem hogy utána járunk. Illetve a polgármester tud ilyenekről. Azt mondja, hogy kórház. Akkor kórház. Remélem nem mennek neki. Hát egy kis doktornő. Forgolódik a tojósgalom. Kész csókolom, tisztelettel. Tisztelet. Varga János történész professzor vagyok. Lenne egy kérdése, nem tudom mennyire érti. Igen. A gyógyszerekhez, doktornő. Igen. Van egy olyan gyógyszer, ilyen mém. Lehet, hogy ma rosszul mondom a nevét, csak hát én így hallottam, hogy nitroglicerin értágító. Igen? Ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy milyen mellékhatásai lehetnek, illetve mire szokták ezt felírni? Milyen a hatásai, mellékhatásai lehetnek az ennek a gyógyszernek? Ugye ez egy gyógyszer is, de egyben egy nagyon veszélyes robbanószer is, ugye?
De lehet, hogy rosszul mondtam egyébként, tehát igen. Hogy... mindjárt megnézem. Az nitroglicerin, igen. Arról beszélesz. Valami ilyesmi, nitroglicerin, vagy valami ilyesmi. Nitroglicerin, igen. Ez egy robbanószer, ez egy olyan vegyület, amit az orvosi célokra is szoktunk használni. Általában szívbetegségeket kezelünk vele. El tudja mulasztani az angina pectoriszt, ugye, amikor a koszorú erek hirtelen begörcsölnek. És kiterítja. Lassan írjuk egyébként, okay. Szívbetegségekre írják fel. Szívbetegségekre, igen. Koszorú érgörcsre. És a szívnek a terhelését csökkenti. Koszorú érgörcs. Mellékhatás az például a fejfájás szokott lenni, vagy szédülés. A vérnyomást ugye le tudja csökkenteni. Mi volt még akkor? Tehát szívbetegségekre írják fel koszorú érgörcs. Mi volt még a harmadik, hogy? Csökkenti a szívnek a terhelését. A szívterhelés csökkentő, aha. Mellékhatás az a fejfájás szokott lenni, leginkább. Aha. És csinálhat olyat egyébként, hogy egy kis elme zavart, vagy tudatzavart, tud-e csinálni esetleg a gyógyszer? Hát nagyobb mennyiségben igen. Tehát tudatzavart tud csinálni nagyobb mennyiségben? Mégis igen. De ugye van olyan ember, aki allergiás rá esetleg, azoknál mindenképpen előfordul ilyen. Bármelyik gyógyszer túladagolva okozhat ilyen tudatzavart szinte, kivéve a vitaminok. És van rá esély, hogyha valaki sokáig szedni ezt a gyógyszert, mit tud vele csinálni egyébként? Jó. Tehát ilyen gyógyszert, hogy sokáig szed, ugyebár, tehát orvosi írással. Ugyanazt a gyógyszert szedé, tehát akkor is csinálhat esetleg valamit, tehát hogy... Igazából függővé lehet válni. És ugye a szervezet hozzászokik, ezért emelni kell a dózis, tehát talában már a vége felé, amikor így hosszú ideig szedi valaki. Ennyi. Mit csinál? Esetleg, hogyha ugyebár, hogy lehet, hogy volt róla szó, hogy emelt dózis, és valaki ugyebár eztet egy gyógyszert, mondjuk, hogy megvonja a szervezetétől, olyan 3-4 napig csinálhat olyan dolgokat, ami nem normális esetleg? Hát, ha hirtelen abba hagyják, akkor ugye általában szív problémákat szokott okozni. A függőség miatt, hogy igazából a lelki, meg a testi függőség miatt okozhat olyanokat, hogy nem tudja, mit csinál, mindenhogyan szeretni azt a gyógyszert. Testi gondok is lehetnek? Testi zavarok? Testi, lelki. Lehetnek, aha, testi zavarok is, igen. És ilyen, ebből is lehet ilyen zavart tudat is, ugye? Végül is igen. Értem, rendben. Nagyon szépen köszönöm, ez nagyon fontos egy ügyben egyébként, amiben nyomozok. És ugye belgondolom, van ez az orvosi titoktartás, tehát ezért sem kérdeztem meg az illetőt, hogy annak a kartonját, hogy meg lehet esetleg nézni. De így egyébként, tehát sok kérdésemre így is választ adott. Szóval, hogyha van ott valami, akkor... Jó, rendben. Esetleg képet tudok kapni erről a gyógyszerről, hogy nézhet ki? Képet? Igen. Van. Szerintem nincs jelenleg nálunk raktáron, úgyhogy nem hiszem. Értem. Hát jó, másnap utána nézek itt a Google-on. Hát van róla. Nagyon szépen köszönöm. Nincs mi. Doktor... Reina. Doktor Reina. Nagyon szépen köszönöm. Még annyi, lenne egy kérdésem egyébként, hogy körülbelül 6-7 napja nem jött ide egy úriember szívbetett, tehát szívbajokkal kapcsolatban, zavartudattal?
már? Nem. Szerintem nem. Te nem kerestél önöket? Nem. Én nem tudok róla. Hú, még egy kérdés egyébként, hogy ezt a gyógyszert ugye bárhogy lehet-e illegálisan beszerezni? Tehát rendelkezhet, vagy van-e esetleg ilyen a fekete piacon ön szerint? Vagy hát azt nem tudom, hogy lehet-e esetleg. Novi? Persze, csak telefonon beszélünk. Tiszteletem. Ezt ugye általában orvosi recept alapján lehet csak ugye beszerezni. Van esetleg olyan egyébként, tehát tényleg, hogy mondjuk kirabolnak egy ilyen nagy raktárat, ilyen orvos, tehát ilyen gyógyszerész raktárat kirabolnak. És ugyebár megszereznek ebből egy nagyobb mennyiséggel, és ugyebár beszéltünk arról, hogy te függőséget is okozhat egyébként ez a gyógyszer. Tehát úgymond illegálisan eladják ezt a gyógyszert, hogy van rá esély esetleg? Hát, hogyha kirabolnak egy kórházat, vagy egy ilyen egészségügyi létesítményt, vagy akár egy ilyen vegyi labort például. Igen. Akkor el is lehet készíteni, és lehet, hogy akkor találnak ott olyat. Igen. Elkészítési folyamatát nem tudom, de vegyileg elő lehet állítani. Értem. Hát jó, rendben. És egyébként nagyon sok kérdésemre egyébként, hogy... tehát választ adott. Nagyon szépen köszönöm, kedves Reina, ugye? Igen. Nagyon szépen köszönöm. Hát lehet, hogy még jelentkezni fogok, de... Rendben. De majd reklám után kiderül. Nagyon szépen köszönöm. További szép napot. Szép napot. Viszlát. Na gyerekek. Hát meg is van az ügy oldva. Csak a kérdés az, hogy ezt hogy lehet semlegesíteni? Úgy gondoltam egyébként, hogy neki fog csapódni. Na már csak a showboard kellene megkeresni. Viszont az irodába. Persze, hogy boltot rabolok, de 600 km-es körzőt bele kell zárni. Úgy látszik, lehet, hogy ez megoldó látszik. Lehetséges. És ami nem is rossz jön. Megoldott, látszik ez a sógor ügy. És milyen cselesen csináltam. Ugyebár kiderült, hogy gyógyszert szed az öreg. És ez a gyógyszer egyébként csinál egy kis hülyességet, szervezet, nem? Tudik? Nagy hülyeséget csinálni. Itt vagy, Ágos? Vételem vagyok, megyek vissza az irodához. Rádben, szóljál nekünk esetleg, ha látszunk közben egy olyan piros kábíjót. Egy gondolhajú nő vezető. Rádben, szétnézzük a polvárosban. Piros kábíjó? Milyen kábíjó? Nem piros. Vagy ami old school kocsi, nem tudom. Hát nagyon sok másikat abból nem látni. Biztos megismeri, ha meglátja. És milyen színe volt a hölgynek? Balnás, valami sötét színű. Milyen kocsival vagy? A motorommal vagyok. Értem. Tehát barna göndör hajú piros kaprióba. Hadd az inkább, motorra hagyjad. Még egyszer? Hagyjad motorra, inkább ne csinál semmit ezzel kapcsolatban. Itt vagyok az iroda előtt, tehát be tudok szállni a kocsiba. Legben úgy jó. Mi is kicsúsztunk az előbb. Ha motorra vettünk volna, biztos ott maradunk.
Miért szakadt? Perdum morgás. Valami mókolás. Valami mókol. Megkérjük a... Tudturát. Dajt. Dajt, az még tele van. Thank you.
Az a piros, tehát ott arrafele láttam a pirosokat. De... Merre láttátok körül utoljára ezt a nőt? Önök? Várj pitét! A belvárosban láttuk utoljára. Hello, hello, szervusz, hey! Hogy volt magánál? Thank you.
megyünk a Sufi Tuningba kihallgatni valakit, esetleg szeretnél csatlakozni? Vagy ügyed van? Én? Bocsánat. Kezdjél te? Lehet, hogy megvan a piros kabrió. Igen? Igen. Nem messze vagyok itt a jogka. A nyomozirodától. Láttam, hogy hova fordult be. Rendben, figyelj! Kéne vele beszélned. Hallgass ki, hogy mit tud Falusi Józsefről. Nem, nyugta. Bálint! Téves lesz ez, nem az a csaj. Ez egy csávó zöld haja. Hát Csumi, mi van? Hát mit figyelgettő, ha? Innen most lemegyünk, aztán meg ha? Oda megyünk. Mit figyelgettő itten, ha? Van valami dolgod itten, ha? Kérdezek, válaszoljál! Igen, ez professzor, elnézést, bocsánat. Történés profe, miért te izé vagy, ha? Történés professzor, aztán mit akarsz ott itten? Mit figyelgettő minket ott a megbeszélése, ha? Milyen megbeszélés volt? Milyen megbeszélés? Hát mi ez? Szerintem, gondolom galambászt jöttél ide, a galambokat nézegetni, ugye? Nem galambokat, hanem az indián temetővel kapcsolatban méréseket végzett. Jó, utána lőttem, mert hiába fogtuk rá a fegyvert, nem és a menekülés az a Mizu? Hol van járás? Futottam vissza a kocsimhoz, meséltem, mert szólt a főnököm, ha megállt most már izé is. Mit akart a főnököd? Hát, hogy menjek vissza az irodába, mert... Kötözd meg a kezét, húzz hátra, azt majd ott a megbeszéljük. Tedd hátra kezedet, jó? Basza vagy, jó van, itt meg is kötözlek. Há. Tudod, kitetessé, há.
ez semmi hirtelen mozdulat, jó? Megragadnak a karottól. Ha van rajta valami, mit tudom én, bőrcsakki, mit tudom én, majd megnézel. Megragadnak a karottól, azt akkor vezetlek itt, jó? Semmi hirtelen. Semmi sem, nem. De szerintem hülyének nézel. Majd a telefonját is elvesz, megnézik, nem csinál képeket. Kurvára hülyének nézel, az a baj. Látnám, te tényleg egyébként méréseket végzek. Hány fényképet készítettél? De nem fényképet csináltam, hanem méréseket. Jó, remélem kitörölted a telefonot. De tényleg nem csináltam semmilyen képet, de megmutathatom, hát odaad is adom a telefon, nézzék meg. Figyelj csak! Én nem akarlak megijeszteni. Szerintem most vagy pofázó vagy, izére nézzel. Szerintem jobb, hogyha elmondasz mindent, mert most oda visznek a kis haverodhoz, mert fixen, hogy a haverod. Nem biztos, hogy ez itt van. De nyugodtan, ide hívhatom a főnökömet is. Városi József-tő. Városi József. Igen. Hallod, várjál. Városi Józsefnél dolgozom, ott vagyok, mint történész professzor, és nyomozok az indián temető után. És milyen temető után? Indián temető után nyomozok. Itt a tető? Hát azért, mert méréseket végzek. Valaki nyomoz. Jó. Az irodája van, ha? Remélem kemény méréseket végzel, mert... Na, szerintem. Őszinte leszek hozzád. Elég jó munkát végeztél, érted? Sőt, szerintem a legjobbat. Esküszöm, ha nem nyitom ki a szememet, észre se veszlek. Kocsitban van valami? Nálad van valami? Semmi nincs nálam, fegyverek semmi vannak fegyver, nálam. Fegyver van nálam. Igen. Hozott vágó van nálam. Majd azt mindjárt megnézzük. Van nálam egy 9 mm-es. Azt is megnézzük. Tedd be a kocsiba, ha? Kinyitom itten az ajtót, besegítelek, vigyázz a fejedre. Rendben. Jó van akkor. Vedd el róla ezért. Igen. Meglazítom egy kicsit itten a... Fincsel. De aztán ezért a... Pórász ne tegyél rá. A kőbe magadnak. Az pont. Gyere, üljön fogra a fegyvert. Már jövő, csak betettük az autóba. Fog rá a fegyver? Majd azt majd mi elvesszük. Majd elintézzük, jó? Nem szeretném meghúzni a ravaszt, szóval semmi hirtelen mozdulat, oké? Okay? Kifelé a kocsiból. Pitbullok meggyűjtek főnök, nézd mit fogtunk. Na az igen. A fölkocsi tetejére kezdett villám gyorsaságosan. Megvilincseltétek? Igen. Nézzétek át. Csak egy kis megvan az itt van. Jó, majd mindjárt visszaszorítjuk. Na, a fegyver az neked nem kömore szerintem. Azt mondod, hogy itt belassítottál meg minden, aztán izé. Aztán tovább menti, meg felment a tetőre, azt. Hát csak láttam, izé, hogy piros autót, hogy erre jön. Tehát csak megnéztem, hogy nála valami macsete is, hallod? Nála van egy macsete, meg távcsövek vannak nála, ha? Vered a faszit? Na, király. Hozzuk csak a másik elé. Várjál mindjárt még az én. Nézd át. Zsebrátor, rádiódat figyelj, de kikapcsolom more meg a telefonodat, viszont elveszem addig. Nyugodtan. Tele rádiódat kikapcsolom, meglátom, visszakapcsolod, szétlövöm az arcodat. Persze. Nem lábon lőlek, én egyből arcon lőlek, aztán tudod hányas lesz a kabát. Persze. Na, valakinek kell cigi, srácok? Cigidet sem veszem a rádiót, mert már ideg tették. Ne zsebelt ki, érted, csak a szarokat vetettől az ki. Csak de 400 cigit elkértem tőle. Ide, gyere ide szépen főnök. Várjál, ezért. Csak hogy mondják, szembesítsük bazd. Na. Na. Szerintem térdelj le elé, azt akkor nyomd a tarkójához a kis fegyvert és... Jaj. Az vagy megteszem én. Na figyelj, hát azt mondtad, hogy hol dolgozol? Híradónál be az meg, vagy mit mondtál? Igen. Na hát akkor ezt nézd, hallod élesben. Na, mit kerestél itt faszikkel? Nem hoztam a kamerát, baszki. Hát igyelj, majd írsz valami cikket, vagy tudja a faszom bazd meg. Mint mondottam, méréseket végzek. Ugyanis egy háromszögelés módszerrel keresem az indián temető pontos helyét. És ugyebár az indián temetőn mellett biztos, hogy volt egy falu. És ezzel kapcsolatban... Ilyenek nézel minket, hogy mi van bazd? Nem. Ezt a...
az újságíró meg tudja erősíteni, mert ugyanis a Yeti ügye kapcsolatban is kerestem, illetve említettem neki az indián temetős incidenst. Így van, meg azt az orákulumot, hogy miért tökünk azt a Szent Grált is már említette itt a professzor, hogy amit felkutattak együtt a most a akkor összüt vagytok amúgy? Akkor együtt vagytok? Nem. Csak ismerem a csávót, néha felvettem vele egy interjút. Aha. Ez még úgy volt, hogy nem vettél fel vele semmit. Hát mármint felvételt nem vettünk fel, de egyeztettünk meg telefonon, ennyi volt öcsém. Na jó, tehát akkor rakjuk össze. A doktor úr erre járt pont. Aztán most felmászott a doktor, vagy oda... Aztán felmászott oda a izére. Igen. Egy távcsőre. Itt meg belassított, mert látott egy piros autó. Így van, hát láttam, hogy erre kanyarodik egy autó. Csak annyit lassítottam be, hogy mondom, itt van valami, hogy itt ilyen bolt, vagy bármi. De nézem, hogy vannak itt emberek, hát jó, hát mondom, nem zavarok itt senkit, semmit. És azért mentem oda föl, háromszögelési méréseket végzek a távcsőn segítségével. Háromszögelési? Igen. És a Városi Józsinak dolgozó. Igen. És ahogy jött a képbe a Városi Józsi, akkor? Ő mondta, hogy ő a főnök, hát. Igen. Igen. Akkor? Tudjuk el, hogy mit dolgozik a Városi Józsi, milyen munkát csinál? Ja. Igen, de én nekem ez nem az én szakterületem, én a ilyen történészet ír a szakterületem vagyok. Igen? Igen, és az OKK-nál vagyok, tehát ott nyomozok az OKK-ra kapcsolatban, az indián temetésvel kapcsolatban. A várja, mert itt valami nem kerek, állj meg most. Ez nekem nem jön be. Mutass csak a telefonodon a képeket, mert szerintem pont... Várja. Tudod ki vagyok, faszikám? Nem tudom. Megáll Józsi. Fogalmam sincs egyébként. Nem? Nincs? Tényleg, fogalmam sincs, hát nemrég jöttem. Tudod ki vagyok, fasz meg? Nem, tényleg nem tudom, fogalmam sincs, őszinte leszek. Tudod te én ki vagyok, há? Nem, tényleg senkit nem tudok egyébként. Viccen kívül nem tudok senkit. Várjál. Halott tumor? Előveszem a telefonját. Szerintem dolgozzuk meg előtte még azért egy kicsit, ne? Ja, dolgozzuk igazából. Egy kicsit izé, érted? Figyelj, állj már szembe velem, légy szíves. Én szeretem, hogyha szemedbe tudok nézni, tudod? Most találhattok óvatosan? Igen, állj csak meg. Forduljál meg, azt mondta. Valaki, jaj, van nálad elő fegyver. Tessék! Na? Gyere már onnan híradós úr. Tudom, mit csinálsz? Még egyszer, akkor menjünk végy. Na, biztos, hogy így van. Tedd le a kezedet, hát. Minden így van, ahogy mondtam. Tedd le nyugodtan. Egyszer az OKK-ra nyomozó, meg ezért most akkor nálunk nyomozó, hát? Nem, most mondom. OKK-ra. Most engemet nyomozol le? Azt sem tudom, hogy kik magok, őszinte leszek. Hát miért nem tudod, hogy ki vagyok, hát? Tessék, ott van még. Biztos, hogy nem köpsz. Engedj oda egy kicsit. Hát azt sem tudom, hogy mondom kicsodákat. Itt beszélgetek a híradósak, fogalmam sincs. Hát ott biztos interjút akarnak adni. Egy interjút a pászra, aha. Érdekes egy interjú lehet ez. Aha. Őszinte leszek hozzád, kibaszottul nem szeretem az interjúkat, főleg nem egy ilyen... Bűnöző Józsi vagyok, faszd meg! Fasz meg, ez kibaszott. Egyébként mutatkozok neki. Mutatkozz be neki, te is. Fogd meg eszembe, hogy emett tumor, leci. Oké, megfogom neked. Állítsd már fel a parasztot, há. Jó, talpra megfejeltem, bazd meg. Itt segítek az úrnak felállni, felrángatom a vállaitól. Azt tudod, hogy én ki vagyok, há? Na, egy tudod, neve, ki vagyok? Tipp mit? Fogalmam sincs, tényleg nem tudok senkiről semmit. Biztos, hogy ezt mondod? Hova takarodjál az orrom? Ó, bazd meg. Miért te fejeled szét az orrát? Elrugod, bazd meg! Milyen ragadott a hét? Vagy vissza napszom meg emel. Tessék! Jó, bazd meg, szerintem már összetörtük az órát rendesen a csúkát. Most már csak kéne valamit mondani, nem főnök? Kéne valamit mondani, így na, van. Szóval, még egyszer tehát. Mit csinálsz itt?
Mondtam, három szögölés bérzést végzel. Jó, akkor elmondom, mi lesz. Rohadtul nem fogsz a gettó körül te itt szaglászni, meg három szögölés. Semmi szagláció nincsen. Rohadtul nincsen. Nincsen itt semmi. Tudod, mi lesz? Te már holnap nem kell felkeljél. Ja, igen. Majd végzi, más helyetted ezeket a méréseket, jó? Ha? Biztos, hogy nem? Biztos, hogy nem? Nem mondasz semmit? Most mindent biztos? Elmondtam őszintén, uraim. Van. Itt van a telefonom is, megyék el tőle. Nálam van a telefonom. Na nézzük már meg, várjál. Nézzük meg az utolsó képet. Tudom mondani a telefonom, mi a telefonkódod? Itt van az ujjam, nézzék meg, itt van az ujjam. Várjál, ráteszem az ujjadat, hát. Itt van. Aha. Minden fasza? Ha? Na, várjál, mert most tudom, hogy van ezen a rákos, izé, androidon a mi a rákos. Mindjárt vegyük el a telefonját, azt tereszünk. Itt van nálam a telefonja, hát itt ja, törhetem. Nálad van? Akkor jó van. Na? Az mi ez? Az mi ez a kép? Ezen a Yeti van rajta. A majom? A milyen Yeti? Ez a majom, te. Szombaton. Találkoztunk vele a hegyekben. Hát ez egy nagyra nőtt majom, te. A kutyám majom. Ha? Nem stimmel itt valami. Kurvára nem stimmel. És a többi kép az mi, more? Azok is Yeti? Mi ez rajzolni, akkor pávát izéltél, nyúztál, vagy mi a rákot csináltál? Nem, ezek indián tollak. Nem tudok rájönni, hogy ezek milyen tollak. Ha páva tollmor, ha megmondom, kérdezz, ezt megmondom. Vagy izélt, tiktol. Na jó van, mindjárt megbeszéljük, mi lesz a sorsod. Mi lesz a sorsinek? Jó vagy, bassz meg! Mi a fasz? Hát amilyen kinyírtál minket, te beteg a fasz? Mi van? Miért nem figyeltek, mikor szólok hozzátok? Fasz meg, ember! De a macsitáját visszaadom. Mi van, mi rá? Na figyelj, én már. Én, izé. Tehát a telefon. A 400 cigitből visszaadok 3-at. Tartsa meg. Innen szépen fogod magad, azt villámgyorsan elpucolsz, mert ha még egyszer meglátlak a gettó körül a kis csúnya kalapodba, akkor tudod, mit csinálok veled? Látod ezt a boxert? Hát? Látod ezt a boxert? Ebbe vele pépésre az arcodat, Vili? Igen. Na legyél szerencsés, fussál villámgyorsan. Ötig számolok, látni foglak, nagyon lőnek. Egy. Hát, de... mi történt veled? Van egy kis probléma, majd visszahívlak. Hiány. Hol van? Mondta azt a piros autót is. Mi történt? Ez igazán. Kértek egy papír zsebkendőt. Persze. Tartottál. De tartom, hogy az óromhoz. Hajtsd hátra a fejed. Kik tették ezt veled? Nekem valami bűnöző Józsi volt. Bűnöző Józsi? Igen, szétfejelt van a híradós sávúval beszélt. Én meg azt hittem, hogy a csajt látom.
Azt azt hitte, hogy meg utána nyomozok. Megnézte a telefonon. Ezt majd én elintézem. Mondtam neki, az indián temető miatt nyomozok. Meg három szögelést végzek, azt mondta, még egyszer meglátta. Gettóban szétlövi a fejemet. Nem kell orvos? Úgyis akartam beszélni a doktornővel. Kihívok valakit. Nem kell. Biztos? Én minden rendben lesz? Szerintem inkább feküdjön le. Valahova. Tartsa hátra döntve a fejét. Ülj le, ültesd le a padra. Gyere, segítek. Hogy érted magad? Tiszteletem, Dr. Leslie J. Wilson vagyok, beszéltünk. Küldök magán egy koordinátát, tessék ide eljönni, itt vagyunk a levéltárnál, most ki tudja kérni, amit ki akar kérni. Nem, hát le kell fordítani a fejét és betömni a lukat. Igen, küldöm. Köszönöm szépen. Viszlát, Nem baj, csináld, amit mondok. Remélem. Én ezt már láttam a filmekben. Akkor átrajtom a fejemet. Nem sokat szólt sokáig. Ne álljon fel. Tudom. Itt tartva hátra döntve a fejét. Még hátra nyomom. Rendben, azaz. Szép munka. Azért gondolom ez ellen, remélem azért teszünk valamit. Igen, elintézzük, ne aggódjatok. Rendben. Jófa, megyek, itt alszok már az irodába. Rendben. Sziasztok, vigyázzatok magatokra. Úgy lesz. Megveszel? Megveszek, jó. Én figyelj, hogyha nem haragszol meg, én kihívom a rendőröket. Mennem kell, nyomozni kell, mert küldtek egy címet. Áltam, hogy kihívom a rendőröket, várd meg őket. Hívd ki, hát ezer meg egy a dolgom. Most küldött a polgármester is egy ezért, eljövök. Este már pofára nyobbat is. Én azt értem, de... Adjál a fenébe. Biztos? Igen. Elintézem majd. Hát azért egy feljelentést azért tennék. Aztán meg azért megöljenek, persze. Dehogy ölik meg. Faszom ebbe a hülyekbe. Azt hittem, hogy ezt a piros autót látom, de nem az volt. Hát valóban nem. Faszom. Minden rendben lesz? Persze, minden rendben. Rendben. De biztosan ne segítsek valamivel? Nem kell segíteni. Rendben. Elintézem ezt az ügyet, mert le kell adnom a jelentést is. Rendben, de vigyázzon magára. Ügyekszem. Hello, szia! Hello! Kösz szépen a raidet! Szervusztok, hey! Kösz szépen, hello!
Szép jó napot. Szép napot. Hát engem még tisztelt. Ezek a vicces felüljárók? Igen, igen, először azt hittem, hogy alul van azok a cím, de aztán nézem, hogy itt fölül van. Tengernémi tisztelete van, János történelmi professzor vagyok. Történelmi professzor. Dr. Raymond Jones, polgármester, na jöjjön! Tehát hallom, itt már eredményeket ért el itt a napokban. Igen, igen, igen. Aztán még lenne egy olyan kérdésem még önhöz, hogyha nem baj. Bocsánat, csak... Ment a motorra, ezt egy jó gaja orron csapott. Ez... Ugye ez a bukós is akkor legyen fel. Ája, azt kell mondjuk, az nem árt. Turisták. Azok igen, dohányzó autóban, mert ugye nem volt meg az anyós oldali. Hello, szia Baton. Na igen, mi a kérdés? Tud-e esetleg ilyen... ...pencél szerzetesekről? A vidéken vannak pencés. Igen, igen. Na, bejutunk a levertárba. Láttam már ilyeneket. Mondjuk ez lehet, hogy előbb a... ...lépcsak ura... ...kellene meg mit adni, hogy hát ez van. Hogy hol... Na, lehet őket elérni. Ezek a kapuk. Már megkérdezem, miért lenne ez fontos? Pencés szerződés. Hát... Azért lenne fontos egyébként, polgármester úr, mert... De megtaláltam az aranycsikót. És hát ezt vissza kéne nekik szállítatni feléjük. Hú, de rossz az a... Aranycsikót. Milyen aranycsikló? De az azért aranycsikló, ezért aranycsikó. Lucius pápától kapta még a 14. században. Második László, Szent László királyunk, hogy örök életű és erős királya legyen Magyarországnak. Csak hát nem tudott azonosulni ezzel. Örök életet ad? Igen, és hát... Hát akkor én megőrzöm szerintem. Rettetetlen erőt egyébként. Az a baj, hogy nem tud azonosulni ez a kincs. Hát az a baj, ezt megöri. Na, amivel tudunk szolgálni itt a szervereken, mindenféle adat megtalálható. Ezen a gépen, itt hát ilyen kis... Itt. Bármit megtalál, kint pedig talál egy nyomtatót. Úgyhogy... Rendben, köszönöm szépen. Hát a magára hagyjuk. És, hát el leszek, hagyjuk de hogy olyan barak, hogy nyugodtant maradhatnak. Hát igen, keresek. Addig keresünk földhivatalnakot. Raid biztos ismer egy-két földhivatalnakot, igaz? Nem igazán. Miért kell földhivatalnak? Hát, pontosan miért is kell a földhivatalnak, uram? Maga... Na, még egyszer. Na, az a lényeg, bocsánat, csak belemerültem itt a dolgokba. Azért kell a földhivatalnak egyébként, hogy lehet egy áramszögelési pontokkal meghatározva. Tehát azért kell a levéltár is egyébként, hogy megnézem, hogy vannak-e írásos források az indiánokkal kapcsolatban, akik esetleg itt élhettek, vagy csak átvonultak, és hogyha van róla forrásos bizonyíték az indiánokkal kapcsolatban, akkor azért kell a földhivatal, hogy az építési területeken esetleg, tehát általában, ha jól emlékszem, mert ide beszokták jelenteni, ha találtak bármiféle régiséget az építkezés közben, bármi, akár... Hát azt itt a levéltárban meg fogja találni. Azért keresem a levéltárban, hogy áttalálok ilyen dolgokat, és a földhivatalnak ugye már, hogy a földhivatalnál is volt egy elvileg, hogyha volt feltárás, elvileg azt is be kell, hogy jegyezzék. Uh-huh. Hát nem tudom, remélem megtalálja itt az iratokban, ami kell. Hogyha meg valamihez bírói végzés kell, akkor hát a bíró úr itt szerintem áll a rendelkezésére. Igen, neked. Tehát én úgy határoltam egyébként, hogy van egy focipálya, és lehetséges, hogy annak a környékén lehetett egy indián tábor, és ugyebár, hogy a szellemeken felül legyenek az indiánok, le a völgybe építkeztek, és nem is messze lehetett tőlük az indián temető, ha indián temető volt ott. Az okékár, az egyébként onnan látom, egyébként belátható távolságon belül van, szóval lehetséges, hogy ez a két terület, ez feltárás alatt kéne, hogy legyen.
Hát, hogyha kézenfogható bizonyítékokkal úgymond ezt alá tudja támasztani, akkor minden további nélkül szerintem teret adunk ennek a kérvénynek. Főleg az OKK-sz területét feltúrhatja. Így van. Azt mindenképpen. Jó, rendben, rendben. Csak igen. Ugye szeretnénk egy kicsit úgy tárgyalkosak lenni, tehát hogy kézenfogható legyen a bizonyíték, tehát ilyen benne mondta a régi legenda, az igen, ne romboljuk le a várost semmire. Nem ez a célom egyébként. Más nem, ezt visszaszolgáltattam egy indián múzeumnak, vagy egy indián rezervátumba elvitetném. Hallottam egyébként, elvileg volt itt egy sámán, például mindjárt meg is nézem itt a jegyzett tömböt, az OKK-nál volt, és ezt a sámát azt hiszem úgy hívták, hogy simogas sámán. Elvileg volt egy rituálé ez a sámánnak, hogy a szellemeket előzze onnan az OKK-tól, de úgy látszik ez nem jött össze. Aztán úgy hallottam a Jónás Semiléktől, tehát a Sókoréktól, hogy elvileg ez a Bicmack, az valami ásást csinált, valami kutyákat akart elásni, és úgy tűnik lehet, hogy talált valamit ott az ásás közben, mert tehát feltűnően elkezdett utána költekezni, tehát hogy vagyonosodott tőle. Tehát valamit eladhatott ez a Bicmack, hogy mert elvileg a Sógorékat ki akarta vásárolni állítólag. Úgyhogy egyik nap nem volt pénze, a másik nap meg volt pénze. Hát az is lehet, hogy valamit találtott az a Bicmack. Hát a Sógorékat többen is ki akarták egyébként vásárolni. Igen, ezt hallottam. Tehát velük kapcsolatban is van még pluszban egy ügyem is. Aztán úgy néz ki, lehet, hogy meg is lesz oldva. Nem tudom, hogy esetleg... Szerre bízzuk. Nem tudom, hogy esetleg egy ezzel simogassámánnal volt esetleg valami kontaktjuk. Életemben nem hallottam ezt a nevet. Hát, én sem. Szintúgy. Igen, mert erre ezzel kapcsolatban is volt nekem egy feljegyzésem. Bocsánat, ezt még gyors megkeresem. Azt mondja, meg is van. Elvileg öten voltak testvérek. Volt a fogdossámán. Ugyebár az ötödik volt ez a simogassámán. Szopogas sámán, meg ilyenek voltak állítólag. Uh-huh. És ugyebár ez a sámánok egy nagy törzshöz tartoztak, és a törzsfőnökük azt hiszem meleg szem volt. Uh-huh. Meleg szem. Igen. Igen, elhisszük. Állítólag szerintem kellene keresni valakit, aki itt régebbi városnak, nem tudom, azon gondolkozok, neki lehet megbízható forrás is. Hát mondjuk Armando, te régóta itt laksz. Nem hallottál ilyenekről, hogy... Még egyszer elnézést. Meleg szem, simogas sámán, szomorúkas sámán... Nem, ez a sámán, ez Amerikából jött. Azért gondoltam, hogy nincs esetleg ilyen útlevél, feljegyzés, vagy bármi. Hát, meg kell mondjam őszintén, nem igazán ismerősek ezek a nevek, pedig már jó pár éve is van. Hát, ha bármilyen információ van, akkor az itt van tárolva a szervereken, úgyhogy... Így van. Akkor ennek utána kell járni. Ugyebár, hogyha... Elvileg, hogy külföldről jött ezt a passportit, ezt elvileg feljegyzik ugyebár, meg minden, tehát elvileg benne kéne lenni az adatbázisba. Persze a polgármester úrtól egyébként, tehát több szem, meg több föl hallatára, tehát engedélyt kapok rá, hogy ezt megnézhessem, ezt a passportot. Mit bármit megnézhet. Nagyon szépen köszönöm. Hallottam Alejandrótól, hogy nagyon jó nyomozó munkát végzett itt a... ilyet is ügybe, úgyhogy igen, szóval nagyon szeretnénk szépen, segíteni a munkáját. Nagyon szépen köszönöm. Jó, hát akkor már is utána nézek itt a dolgoknak. Bármi van, kitérhetek el? Hát engem is elérhet, a polgármester urat is elérheti. Jó, rendben. Nagyon szépen köszönöm a segítségüket. Ha engedik el, akkor bíró urat szíves. Jó, rendben. Mindenféleképpen. Szerintem ott feltárási munkák lehet, hogy kellenek, de attól függ, hogy ha voltak bizonyítékok, tehát hogy találtak bármit is, egy rossz adag, egy agyag egyényt, vagy ilyen baltát, vagy bármit, tehát az is nyom egyébként, onnantól kezdve szerintem sima az ügy, hogy van ugyebár tárgyi bizonyíték feltárások megkezdéséhez. Jó, persze. És bármi akkor... kézzelfogható bizonyítékot tudnak. Így van, akkor megnézzük közben a levéltárt is, hogy hát ha vannak indián feljegyzések,
akkor megtudhatom, hogy annak a sámánnak, már általában a sámánokat, hogyha eltemetik, általában valami kultikus tárgyal szokták eltemetni, amit nagyon sokszor és tehát szívesen használt. És hogyha ez a picmack ezt kiást és megtalálta, tehát akkor arra vezethető rá, hogy akkor a szellemek nem tudtak átmenni normálisan a túlvilágra, sőt, vissza is jöhettek, ugye már a sámának a szelleme óvta ezt az utat, ezt a bejáratot a legendák szerint, és hogyha ezt megsértették ezt a sámát, nem véletlenül lehettek ezek a szellemek, hogy visszatértek, és tehát, hogy mondjam, kísérték ezeket az autókereskedőket. Értem. Jó, hát hagyjuk dolgozni, én meg addig után nézek ennek a bentés szerződéseknek. Nagyon szépen köszönöm. Jó, mindjárt felhívom. Hívjon minket, hogyha. Persze, remben, bármi remben, van, akkor hívjon minket, bármibe segíthetünk. Remben, köszönöm szépen. Viszlát. Viszlát. Eredmény is keresünk. Hát akkor keressünk. De ez mekkora már tényleg, hogy... Hát akkor keressünk. Agyféltekén? Mire gondolsz, Botond? Mire gondolsz? Ugye ennyi hülyeséget össze tudok szedni? Török feljegyzés lesz. Akiket... erre van! 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 Tehát ez... Erre van! Erre van! Na várjál, most épp matekolok, találok egy, tehát talál egy török feljegyzés a 17. században átutazó indián csoportról, akiket... hogy hívják őket? Hát körülbelül... Thank you.
március. Én mindent találok egyébként. Vacsatik, nem. Vonyító farkos. Tehát vonyító üstökösök lesznek. Hívták magukat. Bejegyzős. 15. század. Azt mondja, hogy újabb feljegyzés a 17. századból. Valami aranycucc lesz neki. Aranypipája. Aranypipája lesz neki. Szóval indián csoportban volt egy nagyhatalmú ember, aki valamilyen sámán volt, és volt neki egy aranypipája. Feljegyzés, elírtam, na ezt nem is mentettem, nem tudom, hogy szúnyos,
századból. GMR. Akkori. Csendőr jelentéséből. Nem. Érsektől. Kiemel akkor érsekétől. Érsekétől. Az indián csoportban volt egy nézem, miket írtatok. Bocsánat, csak közben megy a matek a fejembe. Azt mondja, hogy Botont írta nekem, hogy konkrétan a szerveren a világ történelemmel kapcsolatos ásatások időrendi sorrendben fognak megtörténni a mai nap. Igen. A 2 perc alatt írt történelem. Hát igen, igen egyébként. De azt mondja, hogy az indián csoportban volt egy nagyhatalmú magát Huzoga sámán hívta, és volt neki egy arany pipája, amit a kínai császártól kapott. A csoport valamilyen napon elkapta a Pest is, és egyesével haltak meg az indiánok. Legvégül a sámán halt meg. Legvégül Huzoga sámán halt meg szívrohamban. Szívbajban. És temetésén, ugye intézem azt is, temetésén az arany pipájával temették el. Jó indián szokásoknak megfelelően. Ups, ugye iszunk egyet. Eszünk iszunk tingondánom.
Igen, azt mondja, hogy festmények is voltak a török, igen. Elvileg ezek a levéltári anyagok. Azt majd intézem egyébként, jó kis képeket akarok majd csinálni ezzel kapcsolatban. Jó. Ennyi, de akkor úgy látszik itt, akkor tényleg voltak indiánok. Akkor tényleg voltak itt indiánok. És hogyha... És akkor ezek a húzók a sámán. Ő volt a sámányok. Úgy látszik, ez az ügy is kezd megoldódni. Már csak meg kéne tudni, hogy... ezeket a képeket ki tudjuk-e nyomtatni. De ahogy látom, szerintem nincs is gépen nyom, ezért papír. Ez a legkomolyabb, tehát húzogass sámán. Azért van a simogass sámán, a baszogass sámán. Ezek a sámán nevek, ezek izé foglaltak. Hát ebben nincs papír. Hát akárhogy is nézem. Nézzük ezt is. Dobozokban sincs papír. Nézzük, itt van-e papír. Nincs. Itt sincs. Hát jó, hát akkor ezt töltöd, akkor szerintem a dolgnak kinyomtatjuk. Hát elég egy későre is jár. De már felhívjuk ezt a... Ezt a nőt. Tiszteletem, tessék mondani. Tiszteletem, kis csókolom, tehát ügyre, tehát horogra akadt az ügy. Találtam feljegyzéseket is, egy török feljegyzést, illetve egy magyar feljegyzést is találtam. Egy érsek készítette, nem most tudom, mert nem volt odaírva a neve, vagy le volt válkopva. De az a lényeg, hogy az indián temetőről is van fénykép, illetve maga az indián táborról is, csak nem tudom kinyomtatni szerintem, mert nincsenek papír a nyomtatóba, itt visít, a másikban meg még festék sincsen. Szóval szerintem ebből hónap lesz valami nyomtatással kapcsolatban, hogy hónapi nap kereshetem esetleg önöket a nyomtatással kapcsolatban. Hát szerintem a holnapi nap folyamán ilyen késő este fog engem elérni, viszont a polgármester úr szerintem ilyen 7 óra környékén, 6 óra körül
Értem. Akkor biztos eléri, nem tudom, hogy tudja a telefonszámát. Nem, elküldi nekem, kérem szépen. Csupa 8-as, szóval csak 8-as a telefonszáma. Hány darab 8-as? Hát. Először 3, utána 4-8-as. Elküldi nekem, kérem szépen, hogy ne, nehogy össze-visszanyomogassam itt a dolgokat. Nagyon szépen igen, köszönöm igen. a segítséget, és akkor további nyomozást hajtok végre. Köszönöm szépen a segítséget, rendben. További szép napot, vissza! Szép napot, vissza! Jó lesz egyébként ez a... Ez az ügy. Már csak meg kell írni a jelentést. És a legjobb, ugyebár, hogy a sógorék. Azt mondja, hogy föl kéne hívni a sógort. Gusztáv érseket is majd, lehet. Nem tudom, ma melyiknek a telefon sógorék, az az egyik. Ott elérhető. Azt mondja, hogy Gabriel Pizza. Zajzi. Húgos Blanka. Cheeseburger Spinetto. Tehát nincs meg egy telefonszám. Azt nem, az kell. Nem villám kell. Tehát elmentettem egyébként a sógor. Az az egyik sógor. Sógor Gusztáv, ez kell nekem, ugye? Igen, igen, és akkor nekem ez kell. Át kell írnom a nevét. Eléggé hosszú jelentést fogok írni, és egyébként azt látni is fogjátok, hogy írom a jelentést. Igaz, egy kicsit macerásan, de megoldottuk. Úgyhogy mindenki lássa a jelentés szöveget, mindenki tudja olvasni. A gékek meg tényleg követtek. Visszamegyünk, és megérjük a... Tiszteletem, jó napokat kívánok! Mi történt? Hát egy galamb belerepült a rotorba. Ja, azt hittem, hogy kell a powerbankon berugatni, vagy valami. Ja, hát az sajnos nem segít. Nem segít? Ja, értem. A fránya helikopter. Hát, ugye? Hát, ja. Azt hittem, hogy lerúgta az aksit, vagy valami. Hát, hoztam powerbankon, hát azt akkor berúgtuk volna. Volt egy késmerci a haveromnak, aztán lerúgta az aksit. Hát mondta, hogy itt a powerbankom, aztán föl tudjuk jól tölteni. Az volt, hogy a powerbank nem segít sajnos. Hát nem áll a sikerült, a késmercit azt berúgtuk vele. Értem. Hát ez sajnos nem fog ezzel menni. Ja, értem. De esetleg próbáljunk meg vele, hát ha berúgja a powerbank. Hát nézzük meg, hogy berúgja a powerbank. Hát jöjjön valamelyikőjük, üljön be, azt akkor ugye rádunk a powerbankot. Menjünk, gyere. Menjünk, próbáljuk meg át, ha működik, hát mindent ki kell próbálni. Erre találta az akkumulátor. Mert melyik oldalt van? Ja, itt van. Jó, rám van.
Na, azt mondja, hogy előveszem közben a izét, a powerbankot, meg a izét, a kábelt. Ej, ne? Tisztelt, mi a helyzet? Nem mi van itt? Hát egy galamb beleszállt a rotorba és meghibásodt a gép. Aha. Nagyon tilaj. Ez az Indiana Jones? Ej, ne! Tiszteletem, jó napot! Próbál segíteni, ne legyen, mondd el. Erre elkötöttem. Rúgja már be a helikoptert. Itt cikrázik. Hát, ha be tudja rúgni vele a helikoptert. Mi csináljuk, uram? Rúgja be a helikoptert, hát, ha beindul. Mi történt, Dominiku? Ő egy galamb belerepült a rotorba is, és megkibásolod. Üljél már bele, nyomja már. Te középen egy nagy piros gombot, javulja már meg ott. Nem fogom tudni. De van zárva, ki tudnánk nyitni erre az ajt? Nincsen bezárva. Ah, még egyszer elkötöm a powerbankot. Na, rúgjuk már be ezt a helikoptert. Hát, ha berüffen. Helikopternek szint a ajt. Gatya, ez gatya. Hát, hogy cikrázik a... Hát mi van ebben, ural, akkumulátor vagy mi? Hát én nem tudom, mi van ebben. Belsők, nem értek. Bezetni tudom őket. Azt hittem, hogy berúgja a powerbank helikoptert. Be kellett volna indítani. Hát most ez nem jött össze, nem mutatom a powerbankkal. Hát nem jött össze a powerbank. Hát jó, van, akkor veletek egy újabb powerbankot. Így van, történész. Ja, egyébként csak szólok, hogy nyomot találtam az indián temetővel kapcsolatban. Két igen? Feljegyzést, és így van, 17. században két feljegyzés. Na meséljen. Van egy török feljegyzés, és egy tehát átvonuló indián csoportról tesztek feljegyzést. Menjünk odébb akkor. De az nem, senkit nem zavar itt a kurva helyet. Két adicsim is a csomagdal, le akarom foglalni. A powerbank. Most akkor nem. Most akkor nem jönnek. Mert nagyon érdekes egyébként volt ez a feljegyzés. És ezt a levéltárban egyébként láttam ezt a feljegyzést, a polgármester beengedett a levéltárban. Maga jól van amúgy? Teljes mértékben jól vagyok, hát nincs semmi bajom. Mentálisan rendben, minden fasz. Persze, mondom, voltam, most voltam a levéltárban, itt van nem messze. Jó. Levéltár, hát. Jó. A honnap tudom kinyomtatni az írásos, a forrásos izét, a fényképeket, amelyikkel rajta van egyébként. Tehát a forrás a bizonyíték rajta van egyébként, hogy a rajta van, ugyebár egyébként az indián temető, illetve a rajta van egyébként még az indián tábor is. És hogyha... És hogy lehet, hogy össze tudom vetni a dolgokkal, és lehetséges, hogy egy foci pályán lesz, ami nem messze van az indián temetőtől egy indián tábor is. És ott lehet, hogy találunk egy-két érdekességet. Ha kapok engedélyt a polgármestertől, akkor feltárásokat is tudok végezni. Aha. Ez nagyon jó. Jó, ez kurva jó hangzik. A fasza. Na, ja. Na, megyek be ezzel megegy a dolgom, azt mert meg kéne írni még a jelentést is. Aztán vigyázzanak magukra. Viszontlátásra, tiszteletem. Viszontlátásra. Tisztelet. Tiszteletem. Ha
Amúgy közt nem jutott az eszembe, hogy ez szerelés. Szóval, jó, most megírom a jelentést. Aztán csináljuk az a fényképes bizonyítékokat. Rájöttem egyébként, hogy néhány szót azt biztos, hogy el fogok így nyújtani. Powerbank, meg nem tudom, mi volt a másik. Na az a lényeg, hogy van egy közös ilyen szerverünk vagy oldalunk, ahova tudjuk írni a jelentéseket. Ja, miért, mivel akarom én leül? Türelmet kérek szépen. Powerbank. Ugye? Powerbank. Óriási. Megjelent? Kérdés már csak a következő, hogy ez megjelent? És így megjelenik. Ha-ha. Na. Írjuk. Ugyebár már megjelent, ugyebár a többi. De valamiért nem tudom maga az oldalt megjeleníteni, hanem csak így tudom. Szóval... azt mondi, hogy... Powerbank. Azt mondja, egy picit alakítok a dolgokon. De ezt nem tehet úgy, hogy... így jobb. Vagy azt... aha, de nem, ezt így nem lehet. Bocsánat, megpróbálom úgy csinálni, hogy jó legyen. A Powerbank. Na. Mindjárt elnagyítok, rá is nézzünk, hogy jó lesz így nektek. De így látjátok, mi? Ja. Azt mondja, hogy kicsit elrébb hozzuk. Adom neki egy kis pofát. Igen. Név. Varga János. Mikor? A mai? 2024. 03. 05. Ügy. Na itt van egy jó pár ügy egyébként nekem. Oké, kár, használt autó. Használt autó. Ezt fogom. Mesúrék. Ezzel kapcsolatban még az arany
elszállításával, még tehát azzal nem jutottam előrébb. Oké, kár. Nézd, mert nem tudok beszélni. Úgyet. Na, arra mondjatok. Egy. Tökéletes. És ugyebár ezt látja, ugyebár a... Na, írjunk jelentést. Azt mondja, hogy... Ez ilyen vastag betűvel. Azért. 2024... 03... 5-én... egyébként. Ennek az át nem tudom jobban kizumolni egyébként, mert maga a képernyőt veszi most az OBS. Az a neve egyébként ennek az egésznek, hogy Miro. Miro. És majd, hát nem tudom egyébként, tehát én is még maga az OBS-t is próbálgattam egyébként, tehát azért húzódott el a följövetelem, mert próbálgattam, hogy hogy tudom majd beállítani ezt az egészet. És valamiért, hogy nem akarja az igazságot. De majd legközelebb megpróbálom, hogy hát ha sikerül valamit kiokoskodnom ezzel kapcsolatban. Na, azt mondja, hogy de egyébként 4.0-nál a jelek szerint lesz majd nekünk is olyan jelentési rendszerünk. Egymás alá raktam egyébként őket. Tehát... Így. Tehát az első ügyem, tehát ezt normálisan ki tudtam fordítást is, tehát vannak csatolmányaim. Így egymás alá rakom, illetve hát a többieknek is, hát nem tudom, hogy raknak-e. Ezt úgy kell képzelni ezt a programot, mint hogyha izé lenne egy tábla. És a táblára rakjuk föl ugyebár a papír cetliket. Én most azt csinálom, hogy így elkezdem, és akkor egy oldalon lesz, és én megpróbálom így vízszintesen, aztán valaki, hát ha csatlakozik ebbe bele, az... Szia Toma, hello. Így van, mindenki tud belerakni. Csináltam is egyébként, tehát javasoltam Murphynek egy mintát, hogy legyen egy nyomozói jelentés, név, mikor, ügy, jelentés és csatolmányok. Tehát, hogy egyszerű legyen, mert hogyha megnézi Murphy, az, vagyis a városi, megnézi a jelentést, akkor legyen neki egyértelmű az, hogy tehát ezt a jelentést kiírta, mikor és milyen üggyel kapcsolatos jelentés szövege, és ha van hozzá csatolmány, akkor az teljesen jó. Na. Azt mondja, hogy nyomozás.
se. Után nyomozva elmentem a helyi kórházban, ahol egy hogy hívták már doktornőt? Már nem sem ugrik be a doktornőnek a neve, ahol egy doktornőt nitro glicerin vagy nitro bit amit leírtam már magamnak. Használják értágításra. Szívbetegség. Na, a gyógyszert. Ne haragudjatok, a rövid ível írom, csak azért, mert nem találom hosszú itt a billentyűzetemen. Mert ez ilyen kever billentyűzet, mint a történelmem szoktam használni. Tehát fogalmam sincs, hogy hol van a hosszúi. Tehát hol vannak rajta hosszú ékkezetek, hol nincs. Hol van neki, tehát egy... Az AE az van rajta, ÜÜ, de a hosszú... Várjál, I, itt van az I. Á, megvan! Hülye vagyok, bocs. Itt van. Megvan. El van rejtve a... Tessék. Csak nem tudom miért írja nagy ível. És így... Nem. Így... Á, nem. Már kicsöszök én vele. Az is lehet, hogy a maga programba is élem. De nem így akarom. Volt a 19-es. Jó, na ezt így írom le. Szívbetegség. Rövidével írom, nem érdekel, szívterhelés csökkentésére használják, szívterhelés csökkentésére használják.
ez ki? Tehát most miért kell kivilágítani a szemed? Hát itt írom a jelentést, ne haragudjon már. Eljön meg a szívét, hát itt hallgatom közben a zenét. Írom a jelentést, azt hiszem észre, hogy tízeljen nekem. Hát egy... Nem tudom, itt már álltam maga előtt, és már egy 10 perce beszélek magához, nem tudom, mi volt magával. Hát itt írom a jelentés vagyok egyébként, tehát na. Ja, értem. Igen. Képzelj el, tehát előre jutottam egyébként az indián ügyel kapcsolatban, és akkor most itt érem, hogy most azt sem tudom, hogy hol tartottam, és most megzavart. Ne, bocsánat. Hát, de nincs bocsánat. Maga nem ír jelentést, vagy valami? Terve volt. Csak eddig elfoglaltságom volt, hogy tudja, körbe kérdezgettem a városba, nyomoztam. Értem. Hát szerintem írom egy jelentést. Mindenféleképpen. Ne felejts el dolgokat. Én is épp azt csinálom. Holnap meg visszamegyek a levéltárba, mert ott voltam. És tehát találtam írásos meg, tehát írásos feljegyzéseket találtam a 17. században, hogy itt volt egy indián csoport, és volt egy sámánuk, azt hiszem, hogy úgy hívják őket, hogy húzoga, úgy hívták azt a sámánt, hogy húzoga a sámán. Húzoga a sámán? Húzoga a sámán, igen, úgy így hívták egyébként, és ezek a... most már nem is ugrik be, hogy mit akartam. Na mindegy, ilyen csak, tehát én itt elmegyülök a izé, tehát írom itt a jelentést. Addig, de ne zavarjon, megkérhetném, mert látom, el is felejtettem itt a dolgokat. Hol is tartottam, tehát nitroglicerinnek, ugyebár, hogy igen. Mert előre adattam egyébként, és szerintem megfejtés alatt van az egyik ügyem. Az nem más, mint a gyávár a sógoréknak az ügye, hogy megbolondult a sógór. Igen, és ez kiderült egyébként, hogy azért, mert nem szedi a szívgyógyszer, tehát az is kiderült egyébként, hogyha túlzott fogyasztása volt a szívgyógyszernek, és utána nem fogyasztott, tehát elvonási tünetei lehetnek a szívgyógyszerrel kapcsolatban, ami tudatzavart okozhat nála, testi lelki zavarokat, szóval ezért csinálja ezeket a hülyeségeket, amiket csinál a sógorával. Értem, rendben. Hát akkor nem zavarom tovább, aztán megyek én is jelentést írni. Hát tegye azt egyébként. Tehát én is azt csinálom, hogy írom a nagy jelentéseket. Nem tudom, hogy a főnökkel beszélt, hogy az e-mail címekre, vagy egy küld ilyen meghívót, tehát olyan fenét, azt akkor be tud lépni itt ebbe a rendszerbe, mert hát azt kell, hogy be tudjon lépni ebbe a rendszerbe. Ja, hogy mostantól nem csak a gépen tároljuk ezeket. Hát van egy rendszer, azt akkor igen. tudja írni a dolgokat. Igen, már van neki egy formátuma is, amit egyébként javasoltam főnöknek, hogy hát ne az legyen már, hogy akarja tökét két órán keresztül, azt nem tudja, hogy most ezt kinek kell írnia. Vagy kiírta. Szóval, tehát ott kövesse a formátumot, amit kiírtam ott a fali újságra. Hova? Igen, ott van a fali újságra, kiírtam, azt kellett érem, kövessék azt a formátumot. Na viszont, ha nem haragszik meg, tovább folytatom itt a munkát, mert elfelejtem a végén, hogy mit akartam leírni. Csak nyugodtan, és akkor... Igen. Akkor megyek én is neki előtt. Intéze, üljön le egy gépe, azt akkor intéze. Remélem. Hát kellemes estét kívánok. Köszönöm szépen. Na, tovább szép estét. Magának is. Az meg lesz, köszönöm szépen. Észre se vettem. Csak azt látom, hogy ott világít valami. Nagy mennyiségben tudat zavart okozhat, és függőséget tudat. Zavart és függőséget okozhat. Emelt dózisban. Problémákat
elvonási, elvonási, tünetek, testi, lelki zavarokat. Már mindjárt ránézek, hogy nem ott kóborol még valaki. Na, oké. Okay. Jó. Jó, azt mondja, hogy... indián temető ügy. Ügyben. Előre lépés született. Mester beengedett a digitális levéltárba. Feljegyzős. Ott valami. Aztán van valami. Feljegyzős. Említenek. Egy indián csoportot. Hát ne haragudjatok. Ez a csávó? Megéhezett. Említenek egy indián csoportot. A másik forrás. A feljegyzés, a másik feljegyzés. Másik feljegyzés szintén 17. század. Feljegyzés szintén 17. század van. Egybe nyomozok a kettőbe, és akkor inkább jelentést adok egybe. Jaj. Én úgy csinálom. Igen, új csatolmánynak kéne csinálni, vagy új
ügybe, de inkább most minek csináljak kettőt, mikor én egybe dolgozom ezt a kettőt. Járom a város, mint nem tudom, mint pocok a lyukat. Na, azt mondja, hogy érsekétől. Az indián csoport nevét. Vonyító üstökös. Említi. Az ő sámán említi, hogy szia Jóci! Persze, kijavítom egyébként ezeket. Leírom, azt utána úgyis vissza szoktam olvasni, azt kijavítom. De köszönöm, hogy szóltál, Jóci. Na, amúgy is akarok rajta szépíteni. Kicsit széjjelebb húzni például. Vagy ne így, tehát így például. De köszönöm szépen. Szeretem egyébként, az ilyeneket egyébként észreveszik, mert nem az erőségem az írásos dolgok. Ezt is elrontottam. Azt mondja, hogy említi, hogy Nincs, az a baj, ez ilyen külföldi program. És ez egyébként csak ilyen ideglenes megoldás. Ideglenes megoldásnak van. Mert a 4.0-val majd lesz nekünk is olyan lehetőség a rendőrségnél, hogy lesz ilyen jelentős, tehát ott írjuk be a jelentést ilyen programon keresztül. Ugyanúgy, tényleg, mint a rendőröknél. Illetve, hogy volt velük egy sámán. Úgy hívtak. Huzogas. Kuzoga Sámán. Ennek a Sámánnak volt egy arany pipája. Így van, egyelőre így ez tökéletes megoldás, mert ebbe egyébként a csoport minden tagja bele tud írni. Jó, volt egy arany pipája, amit a császártól kapott, és igen, különleges volt. És említi, hogy a csoport, indián csoportban, hogy az indián csoportban Pest is tört ki. Huzogas sámán
ki. És összehúzom a két terpét. Figyeljétek, most kapcsolok, hogy szív nyavajába halt meg a sámen, és a csávó meg szív gyógyszert szed. Erre varjatok gombot. Ezt hogy összehozt? Nem is direkt csináltam, de ebből mekkora RP van tényleg, hogy húzog a sámen, a szív nyavajába halt meg, a sógorék meg szívbetegek. Tehát szednek szívgyógyszert. Temetésén az ősi ilyen szokásoknak volt, és vele együtt temették el az arany pipáját. Ezt kiemeljük. Na nézzük, azt mondja, hogy két ügyben előre haladás, halott nyomozás. Igen. Nitro vagy nitro, pontos nem tudom, gyógyszert. A szívbetegségre koszorú érsgörcsökre szívterhelés csökkent, és használják mellék hatás fa... Igen. Melyik mondtad a gyógyszerről? Azt mondja, nitroglicerin, vagy pontosabban... Jónás Emil bejelentés... Ja, kiebb nagyítom egyébként. Egy. Igen, kórházban a doktornő megkérdezte a nitroglicerin vagy nitrobit, pontosan nem tudom, gyógyszert. A gyógyszer szívbetegségekre, koszorúérgörcsökre, szívterhelés csökkentésére használják. Mellékhatás, fejfájás. Mellékhatás, fejfájás, ezt kiemeljük. Azt mondja, hogy nagy mennyiségben tudat zavart és függőséget okozhat. Emelt dózisban szív problémákat, elvonási tünetek, testi, lelki zavarokat okoz. Ott volt a baj? Azt mondja, igen. Igen, tehát az orvos, tehát a egy doktornőt kérdeztem meg. Oda mentem hozzá, megkérdeztem, mit tud erről a gyógyszerről. És ő mondta, hogy, tehát én mondtam neki, hogy ezt a nitrót, a... Tehát maga a gyógyszerről kérdeztem őt egyébként. Igen, megkérdeztem a gyógyszerről. Vagy érdeklődtem. Igen, azt mondja, hogy elvonásig az indián temető ügyben előrelépés született. A polgármester beengedett a digitális levéltárban. A levéltárban. Két feljegyzést találtam a 10. századból, az egyik egy török eredetű feljegyzés, ahol említenek egy indián csoportot, a másik feljegyzés szintén 10. századból a GMR érsektől, aki megemlít az indián csoport, indián, igen, azért mondom, szeretem átolvasni, indián csoport nevét, vonyító üstökös, illetve említi, hogy volt velük egy sámán, akit úgy hívtak, hogy húzogass sámán. Ennek a sámánnak volt egy aranypipája, amit a kínai császártól kapott, és különleges volt, és nagyon különleges volt, hogy nagyon különleges volt. A feljegyzés említi, hogy az indián csoportban pestis járvány tört ki. Az utolsó indián a húzogas sámán volt, aki szívnyavajában halt meg temetésén, az ősi indián szokásoknak megfelelően volt, és vele együtt temették el az aranypipáját. A csatolmányok
Szerintem, hogy megfogja a fejet, azt... Jézusom, fú, erre innom kell. Hol egy pálinka? Csatolmányok. Azt mondja, hogy... Majd azt utána visszaállítom. Kép... Képek... Képek lesznek... következő napon. Hát, hogy... Azt inkább nem így írom le, de... Ez most már... Egy... Ezeket így kihúzom. Kettő vagy három kép? Azt mondja, lesz egy kép a törökökkel. De igen. Három... képi bizonyíték lesz, vagyis ezek 17. századbeli festmények, kinyomtatva. Képi bizonyíték lesz, vagyis ezek három kép bizonyíték lesz, vagyis ezek 17. századbeli festmények kinyomtatva. Első kép, török. Ha az a nagy alak, hogy milyen török szultán, török szultán, nem szultán, első kép egy török basa, és egy indián. Kép. Indián második kép. Közben azt is megnézem. Második kép. Indián temető. Kép. Tábor. Utolsó. Diána. Nyomtatása. És csatolása. Holnap lesz. Oké, rendben. Ez is megvan, még sincs este. Tökéletes. Azért még lehet, hogy csinálok egy kis trükköt. Így, meg lehessen különböztetni. Oké, rendben. Na, akkor... Jelentés meg volt. Hát volt egy olyan, akkor még nem streameltem. Volt egy olyan... Van még valaki? Vétel? Vagy
leerpésztem a sámánt. Én voltam egyébként a simogas sámán, leerpésztem, mert nem tudtam kit kérjek meg. Gamer csapat egyébként nagyon segítőkészek voltak és ügyesek. Na, jó, tér. Na, írja a jelentést, ügyes. Na és... csak irány haza, mert most arra is el kell mennem. Na és hát én RP-ztem le a sámánt. Hát hatalmas volt egyébként. Én szakadtam rajta. Az admin csapat a segítőkész volt. Csináltak esőt, vihart, mindent. Meg hogy egyébár összeestünk, minden, hogyha sikeres lett volna. Csak hát a sámán az nem lett kifizetve. Mennyit kért a sámán? Hiszem 5000 eurót, vagy valami ilyesmi. Nem tudja, mert nem emlékszem be. Nem lehet vissza, és akkor visszaátkozta. Állítólag átkozta az okékát, és akkor visszatértek a ilyen szellemek. Na, holnapi nap egyébként tervezek izgalmas RP-ket, megpróbáljuk volna kinyomtatni a képeket, és akkor lesznek csatolmányaim ilyen kapcsolatban. És tudaton kívül egyébként összeraktam a dolgokat. Az is lehet, hogy meg vannak áthozva a sógorék. És aztán az is kiderülhet, hogy lehet, hogy nem is a Big Mac lopta el a képet, vagy azt a... Nem ő... Azért... Nem ő... lophatta el, hanem lehetséges, hogy a sógorék. Ezt még nem tudhatjuk egyébként. Kiderül egyébként, de ez egyébként elég jó RP-szának néz ki. Hatalmas egyébként. Hatalmas. Tehát az utolsó indiánt szívnyavaja vitte el. De ezzel nem is gondolkoztam. Az utolsó indiánt ugye szívnyavaja vitte el. És ugyebár a sógorékat meg szívbetegséggel kezelik. Tehát erre barjatok gombot, hogy ezt hogy összeraktam. Hogy megoldottam az ügyet. Na, Ember Cake. Ennyi volt mára. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Remélem, hogy holnap is jöttök. És megnézitek, hogy hogy áll a nyomozás nálam. Aki még nem volt a Discord csatornámon, gyertek, nyugodtan csatlakozzatok. Profilomban megtaláljátok a linket. Ha nem jó, szóljatok már rám. És akkor más nem küldök linket. Nyertek, csatlakozzatok, le ne maradjatok a további kalandról. Igen, le ne maradjatok a további kalandról. Én viszont búcsúzok tőletek. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok velem. Legyetek jók, további szép estét, és ja, meg ilyen egyéb jó éjszakát. Hello, sziasztok, és holnap folytatjuk, megnézzük az indián temetőt, hogy hogy állnak.